Sziasztok, Misi vagyok! A Lenovo mindig is megbízható, igényes laptopjairól volt híres, mely főleg kiváló munkaeszközöket hozott létre, a sokrétű felhasználói igényeket kiszolgálva. A Lenovo ThinkBook 15G2 ITL szintén kiváló munkavégzésre született. Mindemellett tökéletes társá válhat a tanulásban, jó szolgálatot téve akár az egyetemen vagy az általános iskolában. Hiszen manapság minden diáknak kortól függetlenül szüksége van egy számítógépre vagy egy notebookra. Ez a notebook pedig teljesen megfelel azoknak az igényeknek, melyet egy diák támaszt egy notebook felé, hogyha tanulásról van szó és nem a játék az első. Az egyszerű Lenovo ThinkBook feliratos kartondoboz csupán a notebookot és a töltőt tartalmazza a szokásos kézikönyvvel megspékelve. Semmi sallang, semmi extra. A notebookot kiemelve az ásvány szürke szín kifejezetten tetszetős, fémes hatást ad neki. A teteje is két sávra van osztva, az egyik kicsit fényesebb, a másik pedig matt, és a Lenovo, valamint a ThinkBook feliratokat láthatjuk bennük. Egész jól néz ki, szerintem nincs okunk a panaszra. Míg mérete 357x237x19,9 mm, súlya csupán 1,7 kg-ot nyom a mérlegen. Igazán könnyű, egyszerűen magunkkal tudjuk vinni akár a tanterembe is. Csatlakozók terén sem kell szégyenkeznie, hiszen bal oldalán már is egy Thunderbolt 4 csatlakozóval kezdünk, amit egy USB 3.1 Type-C követ. A kettő között pedig a töltéscsejelző ledet látjuk, ugyanis mindkettőn keresztül tölthető a notebook. Ezután egy HDMI, USB 3.1 Type-A, valamint egy kombinált 3,5 mm-es jack csatlakozó és két állapotjelző led sorakozik. Jobb oldalán egy SD kártyaolvasó, USB 3.1 Type-A, gigabites LAN csatlakozó és a Kensington zár foglalata található. Alján semmi extra, fentről lefelé haladva egy hatalmas gumitalp, alatt a széles szellőzőrács, két kisebb gumitappancs, majd a 2x2 wattos Dolby Audio stereo hangszóró pár rácsai láthatók. A MIL-STD810H minősítésnek köszönhetően ellenáll a rázkódásoknak, kisebb ütődéseknek és a szélsőséges hőmérsékleti és páraviszonyoknak. Kinyitva a 15,6-szolos matt 60 Hz-es 254 fénysűrűséggel rendelkező IPS LCD kijelző fogad minket. Kávái aránylag keskenyek. Fölötte a közepén helyezkedik el a HD webkamera. Ez pedig a ThinkShutter Fantázia névvel ellátott kis fizikai kameratakarót kapott, így nem kell leragasztani a kameránkat, mint ahogy azt sokan teszik, félve a kéretlen behatolóktól, hanem egyszerűen csak bezárjuk. Itt található még a kamera működését visszajelző LED és a két darab dual tömb mikrofon. A billentyűzet kellő mérettel rendelkezik a kényelmes gépeléshez, ráadásul háttérvilágítása is van, és numerikusokat is kapott. A gépelés élvezetes rajta a kellemes visszacsatolás miatt, amit a gombok megfelelő lenyomási útjának köszönhetünk. A billentyűzet jobb felső része fölött található a bekapcsoló gomb, ami körül gyűrű formájában látható a bekapcsolást jelző LED. Egészen jól néz ki, arról nem is beszélve, hogy egy gyorsan és profin reagáló új lenyomatolvasó is egyben. A billentyűzet alatti touchpad normál méretű, semmi extra, a jobb alsó sarokban pedig a Lenovo-tól már jól megszokott logót kapjuk. Hardware fronton 11. generációs Intel Core i3-1115G4 processzort kapunk 6 meg a cache-sel és maximum 4,1 GHz-es működési órajellel. Memóriából 8 GB DDR4 3200 MHz áll rendelkezésre, ami már megfelelő mennyiségnek számít. Tárhelyül 256 GB M.2 SSD-t kapunk, és érdemes tudni, hogy még egy M.2 SSD-nek van hely a gép belsejében. Grafikus vezérlőből, amit kapunk, a 11. generációs procihoz szánt Intel UHD Graphics, ami munkához tökéletes, játékhoz viszont csak korlátozottan, mint ahogy már beszéltünk róla, ez nem egy gamer notebook, de ez így van rendjén. A Geekbench-öt egy platformok közötti benchmark, ami számítógépek mellett mobilon is elérhető. A CPU benchmark a rendszer teljesítményét méri a processzor feldolgozási erejének tükrében, ahol egész jó pontszámot kapunk a munkavégzésre kiváló notebooktól. A Compound grafikai teljesítményt mér, ez már elmarad egy játékra alkalmas notebook eredményeitől. A 3D Mark is a grafikai összteljesítményt mérő program. Látható, hogy eléggé akadozik, a pontszám pedig 1000 pont alatt nagyon gyengének számít. Mindezeket az eredményeket figyelembe véve a GTA 5 minimál grafikai beállításokkal 800x600 felbontásban sem tud tartani egy stabil 30 FPS-t.
íbán nyögvenyelősen, de elfutogat rajta. Persze ez nem azt jelenti, hogy kisebb teljesítményigényű játékok ne futnának el vidáman ezen a konfigon. TPM chippel is rendelkezik, ami a gépünk feltörés elleni védelmére szolgál, és nem utolsó sorban ez alapkövetelménye a Windows 11 frissítésnek. A notebook előre telepített Windows 10 Home-mal rendelkezik, ami majd ősszel Windows 11-re frissíthető. Persze a vállalkozó kedvűek már most is belevághatnak ebbe a frissítésbe, hogyha a fejlesztői verziót szeretnék használni. A Lenovo Vintage pedig egy olyan szoftver, ami segítséget nyújt a különböző hardveres beállításokhoz, hibaelhárításokhoz, valamint a garanciális időnket is nyomon követhetjük vele. Akkúja 3 cellás, beépített, 45 wattórás, körülbelül másfél óra alatt pumpálhatjuk fel 100%-ra a hozzáadott kicsi 65 wattos Type-C csatlakozós adapterével. A Type-C töltés a mai modern világban szerintem elengedhetetlen, így sokkal könnyebben tudunk töltőt találni még akkor is, hogyha a sajátunkat otthon felejtettük. Vezeték nélküli csatlakozáshoz Wi-Fi 6, tehát AX-es Wi-Fi és Bluetooth 5.1 van a gép belsejében. Egy szó mint 100 a Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL tökéletes választás munkára, tanulásra, házi feladatra, jegyzetelésre, szórakozásra vagy akár filmezésre, így kifejezetten jó választás például egy diák számára. De akármilyen irodai munka elvégzésére is kiváló. A webkamera lezárásának lehetősége és az új lenyomatolvasó kifejezetten üdvözlendő extra. Ha tetszik ez a notebook, megvásárolható a notebook.hu webáruházában, hogyha a videó tetszett, nyomjatok egy lájkot, ha kérdésetek van a komment szekcióba tegyétek fel, fogunk rájuk válaszolni, és persze iratkozzatok fel a csatornára, valamint a kis harangot se felejtsétek el megnyomni, hogy kapjatok értesítést a következő videóinkról. Köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok! We'll be right back.